Ezt a 8 személyes kisbuszt 2009 óta Bács szülős használta. Az alig 400 fős község 2013-tól a Bács-Almási közös önkormányzati hivatalhoz tartozik. A falu és tanyagondnoki szolgálat keretében a kisbuszt főleg arra használták, hogy fiatalokat és időseket szállítsanak nagyvárosi rendezvényekre. Ez idő alatt közel 84 ezer kilométert tettek meg vele. 8-9 fő, akit ez a kis busz tudott szállítani, az mindig volt. Ez egy nagyon jó megoldás volt, hiszen ugye a tanya világból összetudták szedni az embereket, és ők nagyon hálásak voltak mindezért, hogy eljuthattak. Nem nagy városok, nyilván Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Kiskuhalas, de őnekik ez egy országot jelentett. Ezt most egy 15 millió forint értékű kis buszra cserélte le az önkormányzat. A régit pedig elajándékozták a határon túli Peleskei Görög Katolikus Egyház Község Alapítványának, amelynek már több mint egy éve tervben van egy ilyen jármű beszerzése. A zsáktelepülés nem üresen kapta meg az autót, a bácsszülősi lakosok gyűjtésének eredményeként átadtak 28 zsákruhát, valamint arany és petőfi köteteket is, amelyekből a tervek szerint majd egy könyvtárat hoznak létre. Ebben a kis közösségben, ahol több mint 120 fiatal is van, nagyon jól fog jönni ez a jármű, amivel nem csak kirándulni mehetünk, hanem más településekre is elvihetjük a saját falunknak a jó hírét, és a helynek a nevezetességet is be tudjuk mutatni. Kiskocsikkal, szülőkkel ez elég nehezen oldható meg. Egy nagyobb járművel, mint ezzel a jelen kisbusszal, ezzel könnyebben meg fogjuk tudni ezt oldani. Balkány testvértelepülése Peleske kezd zarándok helyé válni, így arra is használják majd a kis buszt, hogy a zarándokokat elvigyék a környező településekre, hogy megismerjék például a Tasnád-Szentói Becski család sírjait, amelyek jelenleg restaurálásra várnak. A kis busz cserére a Magyar Falu program keretein belül nyílt lehetősége a két településnek. Csodás ünnepi pillanat, meg különösen, hogy ismét ez egy nagyszerű példája annak, hogy anyaország és határon túli magyar közösségek hogyan létesítenek kapcsolatot, és hogyan segítenek egymáson. Idén eddig több mint 300 új buszt kaptak a Magyar Falvak a program keretében, és több mint 70 régi került határon túli civil szervezethez.